Három csapatos tornával avatták fel a kemecsei futballpályát szombaton. 2012-ben indult el a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programja. 4 különböző méretű pályára nyújthatnak be pályázatot a sportegyesületek. A 14x26, 20x40, 40x60 és 70x111 méteres nagyságú játékterek mindegyike megtalálható már a megyében. Amire különösen büszkék lehetünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig az elmúlt 3,5 év alatt 16 ilyen műfős pálya épült, mind a négyféle méretben. A két legnagyobb pálya ugye Kisvárdán, illetve Nyíregyházán az Örökösföldi Sportcentrumban létesült, és hát nagyon reméljük, hogy lesz majd még több nagyméretű műfős pálya, illetve akár ilyen 40x60-as pálya is, hiszen ez a pálya méret az, amely egészen az U14-es korosztályig teljesen megfelel a korosztályos edzéseknek, illetve hát különböző kisjátékoknál, és ugye kevesebben vannak a magasabb korosztályú csapatok, vagy akár a felnőtt csapat, akkor nekik is tökéletesen megfelelő. A 10. pályaépítési program egyébként most zárult, és ott 3 megyei pályázatunk van benn. Bízunk benne, hogy mind a 3 elbírálásban részesül, és akkor 3 újabb pálya létesül majd Szabolcs megyében. A kemecsei pálya 70 millió forintos költségéhez 17 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat. Ezen felül még 7 millió forintot költött a város a sporttelepre. Magának a területnek a környezetét is rendeznünk kellett, és az önkormányzat saját erőből azóta forrásokat biztosított, és most fejeztük be, az utolsó mozdulatok még hátra vannak, és most sikerült ezt a pályát ilyen állapotban, ahogy most látható, megvalósítanunk, és ennek tiszteletére ünnepi megemlékezésként szerveztünk egy kis labdarúgó tornát, aminek tiszteletére birtokba is tudjuk adni a helyi, és nem csak helyi, hanem a környező települések, a térség számára is, hogy használják, és egészséggel tudjanak itt focizni, mind a sportolók, és természetesen a szabadidő eltöltésében is gondolkodók részére is nyitott ez a lehetőség. Az avató tornán a győzelmet a hazaiak öreg fiúk csapata szerezte meg a parlamenti válogatott és az MLS megyei igazgatóságának együttese előtt.